azért is remélem, hogy a Petőfi TV néha ide kapcsol, vagy nem tudom, bekapcsol a Fra Palermo koncertjére és lehallatszik. Erre most egy olyan dal következik, amihez egy vendég előadót hívtunk. És hát elég kellemetlen ez a ponton, még így a szövegeik miatt is néha szeretett zenekar vagyunk, és ahhoz képest három igazán jó szám lesz ma. Az egyiket Petőfi Sándor írta, a másodikat Jóna Fatima, a harmadikat pedig Apa, úgyhogy Apa, kérlek felrejtsd fel! Hölgyeim és uraim! Színpadon! Apa zene! Hello, hello, hello! Nem elszámítottatok, mi? Jó van, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagy megtiszteltetés ez nekem itt a Kozmosz együttes, hogy engem elkísért. Azt kell mondjam, hogy a dal maga egyébként az egy Kozmosz számnak készült, de kiderült, hogy nem tudok pánkot énekelni. Úgyhogy fölvettük és kiderült, hogy tulajdonképpen nem tudok énekelni, de mindegy, most már énekelni fogok. Ilyen X-faktor hangulat lesz. Eredetileg nem úgy készült, hogy a Kozmosszal fogom ezt eljátszani. A refrénre azt gondoltam annó, hogy a gyerekeimmel énekeltetném el. De rájöttem, hogy... De rájöttem, hogy hát azért kikapnék, mert gyerekekkel ilyesmit nem szabad kimondatni, hogy semmilyen Zsolt, úgyhogy... Köszönöm. Baszodjál meg, KDM Punk! Hogy nekem egy gép. Azt mondta, hogy nem tudok énekelni, tök mindegy. Nem tudunk, nem segítünk, hogy az lesz, mint akkor. Nem válaszol senki, és nem kérde, hogy ez volt. Sárgálom, hogy a
és most mindenkinek a vendége vagyok. Hát, hanem is, uraim, olyan jó, hogy nem vasárnap van.